Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt a színelmélet nevű sorozatomnak a legújabb része, és az előző részben elmentünk randizni Diego-val egy étterembe, és természetesen mi fizettünk. Szerintem egészen jól sikerült, és megígértem nektek, hogy két rész között talán átalakítom Diego-t, mert elég hülye ruhái voltak, és egyébként át is alakítottam. Csak ezt ti most nem látjátok, és most ki akarom próbálni, hogy így, hát sajnos nem tudjuk megjavítani ezt a graffitit, mert észrevettem egyébként az előző részben, hogy halványodik, csak nem annyira van kedvem megjavítani, ugyanis innen el kéne szedni mindent, de úgy gondolom, hogy mély elég művész lélek, úgyhogy simán belemenne abba, hogy itt megjavítsuk a dolgokat, átpakol szépen mindent, és kifesti a saját lakását, mert miért ne? És hát nem tudom, hogy az előző pultot... beraktam őket a household inventory-ba, mondjuk ez egy nagyon jó ötlet. Magamtól miért nem jutott eszembe, szépen bepakolunk itt mindent a household inventory-ba. Hups, az nem. És aztán majd visszapakolgatjuk őket, hogyha befejeztük a festmény megjavítását, de lehet, hogy csinálunk egy újat. Még mindig nem férünk hozzá. Nos, ez esetben ezt is berakjuk a household inventory-ba. És talán most már hozzáférünk. Nem restore. De még mindig nem férünk hozzá. Lehet azért, mert fel van emelve. Cseles. Jó, akkor remove. Próbáljuk meg újra. Aranyosan takarít mély. Mondjuk nem biztos, hogy ebben a ruhában kéne festegetni. Szerintem öltözzünk át, change outfit, legyen mondjuk ez a ruhánk ebben. Tökéletes lesz festegetni. Mit fessünk, legyen... Ilyet miért nem tudunk? 9-es szint kell hozzá. City, graffiti, political, hát political, az semmiképpen sem cultural, nature, vagy optical illusion. Az optical illusion, csak nem tudom kimondani, az egy tök jó ötlet lehet. A city mural is tetszik, illetve a paint nature mural, meg a cultural mural is. Cultural volt az előző egyébként, szóval fessünk most mondjuk nature mural-t, hát ha jól fog kinézni. Remélem, hogy a színvilágában nagyjából passzol a házhoz, nem mintha definiálni lehetne a színvilágát a háznak. Szóval igazából, jaj, felrenyeltem a nyelmet, tök mindegy, hogy milyen lesz. Ebbe a házba bármi beleillik. Egyelőre szép fehér. És egyébként nagyon-nagyon sokáig tart megfesteni egy ilyet, és mi történt veled? Kiakadt a törött neontól, amit mindjárt kicserélünk. Nem hiszem el, hogy ez ilyen negatív hatással van a szímekre. Most nem kapcsoljuk vissza, mert nem akarom, hogy újra kiégjenek. Nagyon idegesítőek. Ez egy halacska lesz, mert most látom. Emlékeztet a régi kis színezőkre, amiket a gépen lehetett csinálni. Régen még az ilyen nagy dobozos gépeken, és tök jó volt. Nővérem letöltött nekem egy csomót, imádtam. Nem mit akartam mondani. Nem tudom, hogy mit akartam mondani. Hányas szinten vagyunk festésben, mert ez most tutira fel fog minket fejleszteni. És le is fényképezzük mit, ahogy festi ezt a muralt, hogyha már itt vagyunk, akkor legyen már egy thumbnailünk is, nem igaz? Csináljunk úgy, mintha történt volna már valami ebben a részben. De tessük, hogy történt valami. Igazából nem volt annyira nagy erőfeszítés újra festeni, bár nincs kedvem visszakapcsolni a Move Objects on csaláskódot, hogy visszarakjak mindent a helyére, de egyelőre nem nagy erőfeszítés. Remélem szép lesz, mert egyelőre szerintem csúnya ez a festmény. Aztán majd kiderül, hogy ha nem tetszik, akkor lemosatom bele és újra csináljuk. Bizony, addig itt leszel, amíg nem festesz valami szépet gazdádnak. Én vagyok a gazdád. Mondjuk lehet, hogy le kéne venni a falakat. Akkor egy picit többet látnánk. Egyébként hívott a szomszéd, és nem válaszoltam rá. Nice. Itt szenvednek a dugolásra egy kicsikét. Elég lassan halad ez a festmény, és nem tetszik egyelőre. Úgyhogy tudjátok mit? Remove. Fes valami mást. Ezután megpróbáljuk a City Mural-t. Hát, ha az szebb lesz. Nagyobb elvárásaim voltak a Nature Mural-el szemben. Már mindjárt szintet lépünk, és elfelejtettem megnézni, hogy elünk 8-as szint. Szupi. Kezdünk bealudni.
Nem tudom, mondtam-e, hogy megígértem nektek, hogy átalakítom Diego-t két rész között, és át is alakítottam. Igazából egy kicsit szétszart vagyok, szóval tök elfelejtettem, hogy ezt említettem-e. De igen, átalakítottam. És egyébként arra jöttem rá, hogy tökre nem csak a hideg és meleg ruházata volt randomizálva, hanem a mindennapi öltözetén kívül az összes. Úgyhogy azon kívül mindent megváltoztattam. Legalábbis egy kicsit elfogadhatóbbá tettem őket, nem csináltam óriási változásokat. Na, hé, aludnod kell. De pisilned is kell. Menj először mosdóba. Aztán aludjál egyet. Aztán még enned is kell egyet, aztán folytatni ezt a festményt. Van most munkánk, ami esetleg határidős? Nincs, úgyhogy ráérünk ezzel. Nem kell a munkán aggódnunk, hogy lejár a határidő. Turn on. Oh. Turn off. Auto lights. Set coloring intensity. De akkor ez most fel van kapcsolva? Ja, hát ott ég egy picikét, de azért nem viszi túlzásba, maradjunk annyiba. Ó, a hógömnél így mennek a kis meteorok, hát én behalok. Ó, szegény dinó ki fog halni. Mennyire király? Most, hogy jön a city, nem city living. Mindig azt mondom, de Island Living kiegészítő, ez nagyon aktuális, ugyanis ott is a vulkán ki tud törni, és bizony szorhat ilyen meteorokat a telkünkre, hogyha közel lakunk. Ó, király, eltött a kis barátnénk szórakoztatni minket. Gyorsan fürödjünk meg, mondjuk tejben, mézben, tejben, vajban. Ó, szarmin szimulán volt. Na, látjátok, megjött Diego, és így néz ki most a nyári ruhája. Valami megint tönkre van membe. A macska meg fel van mászva a fára. Hogy ilyen magyarosak legyünk. Replace. Imádom a neonokat, de egyben utálom is őket. Hogy így tönkre mennek. Bezzeg, ez sosem megy tönkre, és tökire jól néz ki, nézzétek. Ez a Get Famous-os kis izé. Ó, aranyosan elolvasgatnak itt. Kicsit úgy néz ki ez, mint egy tea délután az óvodában. Könyvet olvasnak, színesen vannak felöltözve. Meg minden. Limbo, azt mondta. Eskü azt mondta. Hé, te egyél. Nincs maradékod? Nincs. Akkor tudjuk, hogy hol fogunk enni. Order food. Ilyet. Hé, hey, valaki lopja a stílusunkat, oda nézzetek, ugyanolyan kalapja van, mint nekünk volt. Vagyis, amilyen nekünk van jelenleg. Amy McIntyre. De fogalmam sincs. Maradjunk a keresztnevén, ami a keresztneve Amy. Itt egy sztár. Judith. Mit keres a nagyvárosban? Ó, Saul. Vicces, hogy nem azt mondta, hogy szól, hanem csak azt, hogy szól. Hát ez nem tűnik valami extra kajának. Szerintem ilyet én is tudok csinálni. Én kis kolbászkákat kisütni. De nem baj. És akkor folytassuk a kis muralt a házunkba. Hol tartunk? Hol tartunk? Hol vagyunk? Kicsit házat tévesztettem. És úgy látszik, hogy nagy a hőség odakint. Nem kellett volna letenned a kaját. Fejezd be a kaját, hogy meg tudjuk csinálni legközelebb, mert amíg nem eszed meg teljesen, szerintem addig nem fog menni. A vendégek meg elmentek és visszajöttek. Tökély. Nincs életetek? Munkátok, barátaitok, akármi? Ezek szerint nincs. Diego, ne tarts fel minket, nem látod, hogy fontos dolgunk van? Ne beszélgessetek, mert így lassan halad a munka. Egyelőre elég furán néz ki ez a mural. Jobban tetszett az eredeti. Meglepő módon az volt az első mural, amit valaha festett a szímem, mert mint mély. És mégis az lett az egyik legjobb. Legalábbis ezek közül. Hey neighbor, I'm bored.
Miért ennyire aktívak itt a szomszédok? Agree to hang out. Na, hogy megsértődjön, aztán folytatjuk. Már majdnem bement, láttátok? Van benne narancsárga, ez már most jó pont, mert ugye itt elég sok narancsárga van az előző muralnak köszönhetően. Az inspirálta ugye a színeket. De ez így most tökéletes lesz, hogy kék és narancsárga. Aj, nem áll, nem bírsz egy helyben befejezni egy festményt. Please. És most csak félig pisiltél. Nincs én. Na mindegy. Igazán befejezhette volna a dolgokat, nem kellett volna miattam megszakítani a folyamatokat. Ez egyébként nem tudom mi akar lenni, elég absztrakt a városfestmény, hogy úgy mondjam. Ó, sikerült befejezni, vagy még mindig festegetsz? Nem festegetsz, mehetsz mosdóba, ügyes voltál. I should really get going now. Tönkretetted a gépünket, erre elmész. Szép dolog. Nem mennél végre mosdóba? Mi? Figyelj ide rám. Hallgatnod kell a gazdádra, különben rosszul leszel. Na, helyezgessünk mindent vissza. Move objects on. Na, ezt megemeljük. Nem tudom mennyivel, egyelőre ennyivel. Aztán majd visszarakom. Úristen, nem emlékszem, hol volt ez a cucc, de legyen itt. Nem ott volt. Várjátok, egyelőre lerakom az összes cuccot, ami itt volt. Mondjuk itt volt. Tegyük fel, hogy itt volt. És mivel nem automatikus most a kis countering, ezért ki kell választanunk újra egy sarok elemet, hogy ide berakjuk. Agy. Nem, én nincs még itt. Nézzünk vissza a household inventoringba. Kell egy ilyen. Egy ilyen. Wow! Nyertük ezt a cuccast, ez viszont király, hova rakjuk? Legszívesebben kiraknám ide a konyhapultra egyébként. Mert nagyon máshova nem fér. Vagy oda rakjuk, így eltakarjuk vele egy kicsit az ablakot, mert miért ne? Megtehetjük. Így. Sokkal művészibb lett az a hely. Ez micsoda? Supreme Freelancer Award. De nem maxoltunk ki még semmit. De mindegy. Szerintem bugos ez a játék egy kicsit, és itt vannak az általunk vásárolt bútorok, amik szerintem nagyon jól néznek ki, csak éppen nem férnek el sehol. Így talán még el tudnak menni a szímek tőle. Lehet, hogy így már nem funkcióképes ez az egész, de... Mindegy. Max, ezt nem használják a színek. Imádom ezt a lámpát, hova rakjuk azt a lámpát. Ide. Whee! Így. Oké, és van egy ilyen lámpánk is, ami viszont nem tetszik. De megvettük azért, mert miért ne? Szobánkban van még hely. Kicsit helyhiány vagyunk. Így. Szupi. Ezt ide kell rakni valahova a hálószobába, csak nincs hely. Sajnos. Nem, mondjuk így jó lesz. Oké, meg még vannak ilyen cuccaink. Ez kell nekünk. Oda mondjuk. Most ott lesz. Nem emlékszem, hogy hol van. Ezek szerintem nem kellenek nekünk. Ezt visszarakom ide.
Nem biztos, hogy ott volt, ezt pedig eladom. Oké, és már játszhatunk, és végül is csak a fél részt telt el ilyen hülyeségekkel. De tetszik az új festményünk. Szerintem király lett. Vegyük le a falakat, hogy lássak is valamit. Aztán vállaljunk el egy új munkát, ha már itt vagyunk, és közben a malackáim rongálnak, úgyhogy oda kell néznem megnézni, hogy mit csináltak. Semmit. Nem tűnik úgy, hogy összetörtek volna valamit, vagy ilyesmi. Hol is kell munkát vállalni? Itt. Nem a telefonon. Na nézzük. Icons for Sims Forever! Yay! Az tök jó lehet, csak nem fizet semmit. Úgyhogy válaszok az Indie Game Characters-t, mert az 2665 szimulamont fizet, ami király. Szóval Steady Design Documents. Freelancer, Steady Design Documents. Már nagyon jó vagyok benne. Nagyon jól tudok kattintgatni a játékban. Nem tart sokáig ez az interakció amúgy. Vagy lehet, hogy csak így hármas sebességen, nem? Ez a mai epizód egy ilyen kis karrierre és egyéb szükségletjavításokra fókuszáló rész. Create Character Concept on Sketchpad. Azt mondja, hogy Freelancer. Character Concept. Amúgy mindjárt kimaxoljuk a festési jártasságot, úgyhogy nagyon jók vagyunk. És úgy emlékszem, megtartottuk ezt a képet. Ups, erőtök egy kicsit úgy gyorsan haladunk itt az időben. Csináljunk még egyet. Freelancer. Character Concept. És szóval megtartottuk ezt a festményt, és annyira jól néz ki. Imádom. Nem is keretezzük be, olyan jól néz ki. Hova rakjuk? Nem itt van a jó helye. Én úgy érzem. De akkor hol lehetne mondjuk ott a helyet? Mondjuk azt oda rakjuk, nem érdekel senkit. Ezt a festményt pedig berakjuk ide. Nagyon jól néz ki. Így. Mondjuk nem annyira illik ehhez, meg tök random ott, de itt volt hely, szóval ott lesz. Esetleg a szobánkba lehetett volna felpakolni valahova. Nem annyira. Lehet, hogy nem kellett volna annyira kitöltenem az apartmant, hogyha a szímem festményeivel szerettem volna kitölteni. Közben itt leraktam a toltartomat, úgyhogy elnézést, hogyha behallatszott. Kicsit útba volt az egeremnek. Milyen karaktereket rajzoltunk, ez micsoda? Masterpiece! A mindenit. Nézzük csak. Wow. Jó, most mi a feladatunk? Azt hiszem telefonálgatni kell meg ilyenek. Nem itt. Itt. Igen. El kell fogadtatnunk őket, szóval beküldjük őket a kliensnek. Approved. Mindkettőt elfogadták, nagyon jók vagyunk. Kaptunk egy csomó fizut. És foglalkozhatunk az éjség szükségletünkkel, szóval gyorsan lemegyünk ide a bódéhoz. Hol a bódé? Hol a bódé? Itt vannak. Nem, inni nem akarunk, viszont enni szeretnénk. Szerintem szamoszát már ettünk, nem biztos, hogy étettünk már. De őszintén nem követem, hogy milyen recepteket próbáltunk ki. Igyekszem mindet megvalósítani idővel. De ez nem jelenti azt, hogy addig nincs vége az vége a sorozatnak, amíg az összes receptet meg nem tanultam én, mert ez nem így van. Igazából bármikor vége lehet a sorozatnak, hogyha már nem annyira érdekes, vagy ilyesmi. Most ilyen sokat kell? Valaki ellopta a kajánkat, vagy ennyire sokat kell várni? Nem, szinte semmit nem kellett várni. TV season premiere. Ó, újra tüzet hányunk, úgy látszik, még mindig nem szoktunk hozzá a csípős ételekhez. Én sem szeretem egyébként a csípőset. Utána napokig nem érzek ízeket, hogyha valami csípőset eszek, úgyhogy igyekszem kerülni. Na, kéne valami társaság. Hé, Diego! Ha, itt vagy, és nem is köszönsz ide nekünk. Mit teszel? Hagymát? Jézusom! Kezdjük ezzel. Kicsit megfordítjuk itt a sorrendeket, mondjuk. Nem biztos, hogy megcsokolnám Diego-t, miután hagymát eszik. Ó, nem hagymát eszik. Helyes. De úgy nézett ki messziről, szóval. Hé, Diego, várj már meg minket, hé! Hé!
Na helyes. Megvársz? Megvársz. Egyébként is jól laktunk, csak így most nem biztos, hogy el tudjuk készíteni ezt a recepten. Milyen izgatottak. Hé! Hey! Belement és itt hagyod minket? Na mindegy, legalább felment egy kicsit a társalgás szükségletünkben. Na, beszélgessünk Pennyvel. Őt még nem ismerjük ebben a mentésben. Mondom, friendly introduction. Mi a bajuk ezeknek a szimeknek? Oké, akkor nem mutatkozunk be. De egyébként onnan is ránk köszönheti a volna Penny. Mutatkozzunk be ennek a bácsinak akkor. Cher TV season premiere spirit. Wow. Mondjuk a Trónok harca premierjéről elég sokan beszélgettek, úgyhogy végül is aktuális. Illetve nem aktuális, mert már vége van, de életszerű, hogy erről beszélgetnek. Kérdezzük a napjáról. Beszélgessünk az érdeklődési köreinkről. Kérdezzük a munkahelyéről. Meséljünk neki egy vicces történetet. Ismerjük meg. Hát nem fogjuk megölelgetni, de... Viccelődjünk az űrlényekről. No choices. A compliment outfit végül is megdicsérhetjük, ahogy kinéz. Még akkor is, ha egy kicsit őszintétlen dicséret lenne. Eléggé felment egyébként a társalgás szükségletünk, úgyhogy mikor nézhetjük meg a premiért? Már megnézhetjük, úgyhogy király. Tetszik a leírás is, hogy óriási premier van a tévében az új sorozatnak, és hogy nézzük meg, mielőtt a többiek leszpoilerezik. Hé, hey, mi? Tudod, hogy oda amúgy leülhetsz és nézheted közben? Úgy látszik, valami ősrégi filmnek a premierje van, mert ez még Sims 3-as. Bizony. Ó, Snoop. Ezért kapunk egy csomó életcélpontot, csak továbbra sem tudok beszélni. Ami elég jól fog jönni, remélhetőleg sikerül befejezni, mielőtt mélybe alszik. Szupi. Menjünk aludni, megérdemled mi? Ügyes voltál. Elvégeztél egy munkát egy nap alatt, ami szerintem elég gyors és király. Festettél egy új falfestményt a házadba. Visszatologattad a konyhapultokat, ami azért elég nagy meló. Nekem is elég nagy meló volt. Úgyhogy büszke lehetsz magadra. Hoztak nekünk postát? Aj. A szomszédba eléggé megy a románckodás. Ami nem túl jó. Nem hallotta senki, úgyhogy... Oké, abba hagyták, szóval mehetünk aludni talán. Complain angrily about noise. Pedig veled jóba vagyunk, srác. Tisztelhetnél már minket. Eha! A shame. Hogy beszólt? Ahhoz képest, hogy a barátunk. Ez lehet, hogy egy dráma kezdete. És soha többet nem állunk szóba egymással. Diego Lobom. I can't get you out of my mind. Miért ne? Menjünk el még egyszer étterembe Diegoval. Igaz, hogy nagyon-nagyon álmosak vagyunk, de szerintem még egy ebédet per vacsorát, per nem tudom én hány óra van a játékban. Kibírunk. Remélhetőleg. Még jó, hogy leraktam ezt az éttermet, így valami értelmes helyre is el tudnak vinni randizni a szimek. Na. Foglaljunk egy asztalt. Request table. Már ezért 50 szimoleont fizetünk? Öcsém, szégyen. So-so. Úr, és nem milyen hőhullámmal látjátok, ahogy hullámzik így a levegő? Kint. Megint ez lesz az asztalunk, mert mint egy itt az ablaknál. Na,
Nice. És látjátok, Diego egy kicsit jobban néz ki, ugyanaz a ruhája, csak levettem a bén az okniát, meg a szemüvegét. Order for table. Dojna! MK! Ó, micsoda déjà vu. Nektárt rendelünk mindkettejüknek, és... Ó, továbbra sem frissítettem a menüt, de szerintem most mindketten egyenek lazacot. Nice! És beszélgessenek akkor már egy kicsikét. Compliment appearance. Hát igen, meg kell dicsérni a munkámat, amit Diego-val végeztem. Blow a kiss. Flirt. Oops. Hi, May. It's your job agency calling. Oh, Istenem. Kb. Fél perce fejeztük be az előző munkánkat. És már hívogatnak, hogy van egy csomó munka, amit meg kéne csinálni, vagy meg lehet csinálni. Hát manapság már nem is lehet kivenni egy nap szabadságot, úgy látszik. Elég gyakran jövünk ide kajálni. Hiszem olyan törzshely lesz, úgy látszik. Share excitement. Oh, nem akarok hírességekről áradozni. Romance, propose, azt nem fogjuk megcsinálni, sexy pose. És egy kicsit barátságos interakciókat is végezzünk, mert ugye a romantikus ez már eléggé magasan van, sőt a lehető legmagasabban, viszont a barátságos ez még nem annyira. Complain about heat wave. More choices. Ó, megbeszélik a mai premiért. Most mi leszünk azok, akik spoilereznek. Nem nekünk spoilereznek. Compliment outfit, még egyszer. Ask about day. Gossip. Jézusom, de mérgesnek néz ki. Jesus. Valami nem tetszett neki, lehet, hogy ő még nem látta a legújabb epizódot. Ki tudja. Aj, ezektől a kerítésektől nem lehet látni rendesen. Jól néz ki a kajájuk amúgy. Bírnem ezt raknám ki újra Thumbnailnek, és mindenki azt hinné, hogy újra feltöltöttem az előző részt. Ez vicces lenne. Úristen, bepisiltél? Nem. Hely, el kell menned mosdóba. Elég kínos lenne itt bepisilni, van itt mosdóban. Use. Gyorsan, futás, mély! Futás! Please, mély! Ha ide pisilsz, megverlek. Nem játszom veled többet, ha ide pisilsz. Gyerünk! Ne égesd be a gazdádat, futás! Átmész a konyhán, nice! Noise. Oké, sikerült pisilni, még... Ups, megesszük a kajánknak a maradékát, hogyha nem zuhanunk le így a tetőről. Imádom, hogy random asztalokra pakolják a szennyes tányért. A pincérek rendkívül gusztusos, főleg egy ilyen előkelő étteremben. Oké, okay, megettük, akkor azt mondom, hogy bring out cake. Lehetne születésnapot tartani. Itt az király mondjuk. Tuti tartunk majd étteremben valakinek a szülinapját valamikor. And meal and pay bills. Menjünk haza, mert el fogunk ájulni. Na, futás haza. Remélem nem állsz meg egyik hírességért sem lelkesedni. Azt annyira idegesítő volt, emlékeztek, mikor még Jessie-vel játszottunk a Rex to Richie sorozatban, és még tök szegény volt, és próbáltunk hat énekelni, meg minden is. Mindig mindenki megállt Thorn Bailey-nek hódolni, és udvarolni, ami nagyon idegesítő volt. De egyébként
Elég régóta játszom már ezzel a résszel, és most mi úgyis éppen egy alvással fejezi be a napot, úgyhogy én elköszönök tőletek, remélem tetszett nektek ez a rész, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!